Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, hát basszus. Kár, nagyon-nagyon bánom, hogy nem három perc ezelőtt kapcsoltam be ezt a, ezt a, vagy indítottam el ezt a videót, mert azt láttátok volna, hogy folynak a könnyeim, úgy kell rögnem néhány kommenten, amit egy CMT-vel kapcsolatban, ugye és új sorozattal kapcsolatban írtak. Né tisztelet a kivételnek, meg igazából az embereknek a 99%-ának bejön, és akkor van egy-két ember, aki olyan, olyan hihetetlen, nem is tudom, hogy, hogy, hogy... Mi, 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 van az emberekkel, hogy így, hogy így... Ez nem be, nem veszi be van néhány ember a nyugtatóját, és akkor itt teljesen kiakad. Hát basszus, gyerekek, el nem tudjátok képzelni. Na, az a lényeg ugye, hogy van ez a CMT, elkezdtem vele játszani, és akkor gyakorlatilag Ugye ez egy RP-szerver, arról szól, hogy ugye mindenki megszemélyesít egy bizonyos karaktert, és akkor a szerint él. Gyakorlatilag viszonylag nehéz, ugye dolgozni kell, meg így el kell érned, ugye, hogy legyenek javaid, és akkor így folyamatosan így fejlődsz. És akkor veszel egy Trabantot, veszel egy házat, később ugye így, így gyakorlatilag így épül fel ez az egész. És én... Uh, ...Kolompár Józsit akarom megszemélyesíteni benne, és... ...a, a videóban gyakorlatilag gyerekek a szerepem szerint játszom. De sír, sírok a röhögéstől, mert, mert olyan tök jó szituáció volt például ez a motoros dolog is, amit ugye az utolsó részben volt, amiről itt a, 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 ez alatt a videó alatt lesznek ugye a kommentek. Kiemelt, egy, találtam egy kommentet, gyerekek, az, én azon, azon besírtam. Szerintem az a srác, most nem akarom, tényleg kis, úgy vágtam ki, mutatom, hogy ne látszon a neve, de ezt, 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 ezt el kell néznetek. Szerintem ez a srác nem vette be a reggel a nyugtatót. Vagy nem hiszik eleget, vagy sokat hiszik, vagy valami van, de nagyon durva. Ezt, 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 ezt nézzük meg, gyerekek, így együtt. Ezt figyelj. Szégyen, ahogy játszol, Keeper. Maradhatnál a szántásnál és a zombiölésnél? Két videóanyagot vettél fel, de semmi lényeges dolgot nem értél el. Érted? Két videóanyag, ez volt egy 30 perces videó, az előző az nem tudom, talán. Ja, ott a, izé volt ugye a, a, regisztráció, és karaktergenerálással ment el körülbelül fél óra, és esetleg egy 20 percet játszottam. Annyi történt azt hiszem, hogy elmentünk, vettünk egy bringát. Két videóanyagot felvették ipör, és semmi lényegeset nem értél el. Figyelj, azt hiszed, hogy biciklizgetéssel lesz házad, széfed? Nyolc Venomos Skyline-od? Micsoda? <laughs> Várjál! Sok tapasztalat és formulás után lehet bármit is elérni, és lehet könnyen egy üzlet alatt elveszi szed Mi lenne veled, ha elrabolnának? 3 millió forint értékben mindenet oda kéne adnod? Lőttek az egész vagyonodnak? Ha egyszer összegyűlik a pénzed egy rabantra, akkor mindig javíthatod majd, mert az emberek szédvetik, szédverik, és én leszek az egelső. <laughs> Öcsém, mondom ezt én elolvastam, ez mi akar lenni? Ez, hallod? Ez nagyon durva. Nem értél el semmit az életbe. Már kemény. 50 perc játszasz az a játszasz ez a játékot, de még mindig nem értél Mikor lesz neked házod, széfed, meg skyline és, és hallod, ez, ez, a, ez, a, ez nagyon durva. ez a, uh, Ha egyszer összegyűlik a pénze egy Trabantra, akkor meg javíthatod meg mindig, és az emberek meg baj szélverik. Mondom, hát, ilyen, ilyen nincsen ember. Ez, ez, annyira jó, ez nagyon durva. Nem írt direkt a nevedet, nem, nem tudom, hogy ki voltál, nem is emlékszem a nevedre, de ezt elolvastam, ez minden vitt. És ugye van több is az egyébként az, hogy ugye RP szelver játszák komolyan meg minden. Oké, okay, hogy én a szerepem szerint játszok a játékba, de itt az potában én röhöghetek az egész szituáció nem? Hát mert Figyeljétek, megnézitek ezt a Lakatos Józsi üzletel dolgot, hát ez baromi jó volt! Hát nekem nagyon tetszett, én itt, én itt sírtam a rögéstől hogy a hát ez hihetetlen, hogy a... Hogy tényleg pont egy ilyen tök jó a szerepet ugye játszom, hogy izé, hogy Há számasz, eső meg minden. Hát ez egy szerep! De attól még én itt nem kell nekem itt izé, diszmagyarba vágnom magamat itt a... A monitor előtt. Nagyon jó gyerekek. Ezt elolvastam ezt a kommentet, egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy most ö, valami baj van. Vagy pedig egyszerűen, vagy, vagy, először azt hittem, hogy valami irónia. Hogy ez nem is tudom, ez, 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 ez nagyon durva. Na jó, oké. Ennyi kíváncsi vagyok a véleményetekkel ezzel kapcsolatban. Szerepet játszok ebbe a játékba. Kolompár Józsefet, de attól én nem fogok itt sírni, meg nem fogok itt, itt is. Épp ezért van ugye az, az O.C. az Out of Character chat például, meg van az IC chat. Mert attól még, hogy játszod a szerepet abban a játékban, attól meg. Meg az, hogy basszus, már két rész és még semmit nem értél el ebbe a játékba. Na jó, elbúcsúzok, gyerekek, komolyan mondom. Hát Olvasom a kommenteket, majd tovább. Na, jók legyetek. Hát erre reagálnom kellett. Ez nagyon, ez nagyon über volt. Na, sziasztok!